És ha már a természetről volt szó az iménti percekben, az 1 millió forintos eszmei értékkel bíró túzókból mindössze 1400-1500 darabos populáció él Magyarországon. A kiemelten védett madarak megtekinthetőek a Körösmaros Nemzeti Park területén. A Dévaványai Túzokvédelmi Látogató Központban tanösvényen ismerhetik meg az érdeklődők a rendkívül félős állatok néhány példányát. A szakemberek egyébként tojásmentéssel is foglalkoznak, jelenleg több mint 10 növendék csibe nevelkedik a látogatóközpont szomszédságában. A látogatóközpontunk 1985-ös évektől kezdve üzemel, akkor került kialakításra ez, ahol most jelenleg vagyunk, a mostani nevén a Stervec István Túzokvédelmi Látogatóközpont. Korábban a 70-es évek vége felé a túzok védelme, egy fokozottan védett, ugye nagytestű európai madárfaj érdekében hoztak létre egy keltető nevelő állomást. Ide kerültek be azok a mentett tojások, amelyeket valami oknál fogva, ugye kint nem tudtunk otthagyni a területen, és ezek a keltetés reményébe beérkeztek ebbe a keltető állomásra, vagy erre a túzok védelmi állomásra, ahol sikerült őket kikeltetni, felnevelni és újra kitelepíteni a területre. De a keltetés és a nevelés egyik fontos fázisa és alapköve az, hogy a legbiztosabb és a legjobb az, hogyha az anyamadár kelti ki a tojásokat, ő vezeti el és ő neveli fel a kicsinyeket. A hozzánk bekerülő tojásokból van néhány olyan, amelyet visszatudunk épp ezért csempészni, juttatni a szabad környezetbe. Ez pedig úgy történik, hogy amikor jelzik, hogy a túzok mama elhagyta a fészket, akkor a kiérkező kollégáink behozzák, mentik a tojásokat, nehogy problémája akadjon a tojásnak, vagy ragadozó szétverje, tönkretegye. De a behozott tojások helyére fából esztergált festett tojásokat tesznek a kollégák a fészekcsészébe, és így helyhez kötik ezzel a túzoktojót, amikor ő visszaérkezik. Egy idő után, amikor bent a keltetőben kezdenek a kis madaraink kelni, akkor gyorsan ezeket a meglévő ismert tojásokat, fatojásokat mi behozzuk, fészekbe visszacsempészük a kellőfélbe lévő tojásokat, és így módon nagyon rövid időn belül ugye elég sok túzok tojást ki tudunk a szabadba visszajuttatni. Erre már az anyamadár ugye hamar visszajön, ragaszkodik a fészekhez, közel van a kotlási idő, még inkább ugye érzi, hogy a tojásokból lassan fiókák lesznek, és hát ezzel a módszerrel úgymond biztosítjuk a tojásnak azt az időszakot bent, amíg a keléshez közel van, hogy kint ne keletkezzen benne semmi kár. A végén viszont a legbiztosabban próbáljuk ugye a fiókákat menteni azzal, hogy kivisszük őket és visszaadjuk őket az édesanyjuknak, illetve a szabad természetnek ezáltal. Jelenleg az eszmei érték a túzoknak 1 millió forint. Ez a legmagasabb érték, amivel hazai élőlényt valamit védünk. Azért van erre szükség, mert ezeknek az élőlényeknek valamilyen oknál fogva az élőhelye, az élet lehetősége megszűnt már hazánkban, és erősen lecsökkent a számuk. Az a baj, hogy ennél a madárnál nem csak hazánkban, hanem európai szinten is egy eléggé nagy csökkenése figyelhető meg, és nagyon sok környező államból, országból, ahol esetleg előfordult korábban, már nem is találkozhatunk vele. Elsődleges ugye ebből következik, hogy a túzok volt, amire mi elsősorban számítottunk, és e köré alakítottuk ki a látnivalókat. Természetesen a későbbiekben ezt próbáltuk bővíteni, minél több érdekesebb dolgot tudjon itt a környékről, a területről, a Körösmaros Nemzeti Parknak a természeti értékeiről is megtudni, aki ide érkezik. Az ide látogatók jelenleg egy 3 hektáros kis bemutató kertben élőben láthatják a túzokot. 3 túzok kakasunk van, akik rendszeresen még az itteni körülmények hatására és a sok látogató hatására még júniusban, júliusban is akár dűröghetnek. Ők megszokták az embereknek a közelségét, éppen ezért barátságosabbak, és úgy mutatják szépen magukat. Ha tovább haladunk, ugye a tanösvényről beérkezve, régi őshonos házállatfajokból, fajtákból is van egy kis bemutatónk, több célja is van az itt tartott állatoknak. Egyrészt a nemzeti parkok szerepe
a génbank megőrzése, másrészt oktatási, nevelési, bemutatási célokból tartjuk őket, valamint nagyon fontos az, hogy a hatalmas területeket, amelyeket a Körösmoros Nemzeti Park felügyel, az itteni szikes pusztákat, legelőket, ezekkel az állatokkal mi tudjuk legeltetni, tehát besegítenek úgymond nekünk. Az ideérkező vendégeink a bemutató épületbe, ott is látnivalók találhatók, többféle kiállításunk van, amit meg tudnak nézni a túzokhoz kapcsoltan, és már itt is kérhető például szakmai előadás, szakvezetés, vagy a tanösvény túránkon túravezetést tudunk biztosítani. Különféle programjaink vannak, amelyeket gyerekeknek szoktunk kiajánlani, és bármilyen témában, hogyha hozzánk fordulnak iskolák, osztályok, erdeiskoláztatunk, nagy szállásépületünk van 48 fő részére, és az ideérkezőknek akár több napos programot is tudunk biztosítani, főleg a gyerekeknek. Az átvonuló, átmenő vendégeknek az előbb elmondottakon kívül még van arra módja, hogy kerékpárt kölcsönözzön például, és a kijelölt kerékpártúra útvonalainkon körbejárva szintén a térség természeti értékeivel tud majd gyönyörködni.